Sziasztok, köszöntök mindenkit. Erőtykő vagyok, és ez itt ismét a Flame in the Flood. Ha jól emlékszem, épp ott tartottunk, hogy kievickeltünk egy esőből, vagy viharból, és... nem kell megszáradni, rendben. Akkor megszáradtunk, semmi gáz. Ó, rengeteg nyúlunk van. Hát, szerintem, akkor neki is látok. Ó, van is egy nyuszi csapda. Na, lássuk. Hát a kaja az fontos. Ó! Túlélők. Úgy, elég brutálisan néznek ki. Na, egyetlen egy olyan gyengeségem van itt a játékban, hogy az angol az fordítás szintjén nem megy, úgyhogy nem fogok kommentálni. Ezt az élményt meghagyom mindenkinek. Az érdekel még engem, hogy számít-e, hogy mit beszélek velük. Vagy igazából csak információk. Rendben. Jó van, kiskutyám, szedjünk. Gyűjtögessünk a megszokott módon. Ó, van itt tiszta víz. Na nézzük, mi van nálunk. Hát, nem tiszta. Akkor ezt kiürítjük, és megtöltjük tiszta vízzel. Nagyon jó. Mit ugatsz? Itt látsz. Nincs ott semmi. Jó van. Buta kutya. Na. Jó, hát ez a kutya... lehet, hogy bug, vagy valami... Vagy csak azért ugat, hogy várjam meg. Teljesen mindegy. Ládák. El is... El is felejtettem. Egy picit megteltünk. Ebből csak egy volt. Jaj, ezt a kislány adta. Vagy kislányok. Jó. Hát akkor lerakunk még egy csapdát. Igen, megtelt az inventory. Semmi gáz. És jön is az éjszaka. Hát, akkor itt meghúzzuk magunkat estére. Jó. Tábortüzet nem kell rakni. Viszont tudok craftolni. Nem tudok craftolni? Mit akarok craftolni? Ja, elnéztem.
Stitching kit-ot nem tudok még egyet craftolni. Hát akkor iszonyú és kipakolunk gyorsan. Amit ki tudunk. Mert az fontos, hogy legyen anyag nálunk. A későbbiekben lehet, hogy nem lesz lehetőségünk ennyi mindenre, mert igazából ezt a táskába, ezt a kutyának, mehet a kutyába. Volt tűz is. Hát vissza. Jó. Nem lehet a kutyához. És szerintem a többi az maradhat. Remélem esély most nem fog esni. És itt az egy csekkel újra gyújtani. Na. Így már egyből szabb, hogy mindent felbírok venni. Na, és újabb sapling. Ennek ismét örülök. Ez nem fogod semmit. Nézzünk szét a házikóban. Hát, deszkák. Ja, egyelőre egész jó dolgok vannak. Pihenjünk egyet. Mennyire vagyunk fáradtak? Hát, akkor aludhatunk nyugodtan 4 órát. Yeah. Oh. És a csapda is elkapott egy nyulat. Hát, sajnos a tűz kialudt, úgyhogy ezt újra meg kell gyújtanunk, de semmi gáz. Erre is van megfelelő anyag. Olyan hangulatos kis tábortűz. Akkor mindjárt süssünk nyulat, vagy nyúzzunk nyulakat. Meg még nyulat. Ó, és ebből tudunk csinálni kis erszényt. Jó, csináljunk. Ennek nagyon örülök. Hogy is akarom én? Egy húst megsütök. Azt megeszem. Egyet besózok, és elrakom későbbre. Ah, szuper. Ó, penicillin. Ez fontos. Ha esetleg lesz később valami sebem, akkor azt könnyebb úgy meggyógyítani, ha már le van kraftolva. És elhozzuk a szenet. És van rengeteg szabad helyünk. Nagyon jó. Induljunk tovább. Kicentízve éppen. Rengeteg loot.
Alkohol. Ó. Alőr, ez... csípésekre. Jó. Rongyok. Elhagyott templom. Hú, az egy farkas. Ujjúj. Nem kérek harapást. Ó! Oh. Jó. Akkor ezt a sebesülést el is látjuk gyorsan. Mi az, hogy nincs bandázs? Ó! Oh. Ja, azt craftolni kell. El is felejtettem. Akkor gyorsan bekötözzük a sebet. Jó. És most megpróbálom a megfelelő csapdát elkészíteni. Tehát... olyan kell nekem, hogy... Spike... Opa! Na mindegy. Akkor ismét kikeressük. Spare! Spare trap. Kell hozzá 3 darab kötél. Gyorsan 3 kötelet. És úgy érzem, hogy farkast fogunk enni. Na, szuper. Ott is van a csapda. Megbírom építeni vajon? Hop, hop, hop. Szuper! Ezt pontosan így szerettem volna. Vissza tudtam szedni a csapdát? Nem. Nem tudtam visszaszedni. Na. Se baj. Pedig az jó lett volna. Nem baj. Na remélem, itt már nincs több farkas. Nem is tudom, hogy nem vettem észre. Kutya se jelezte. Na, mit ugatsz? Nincs ott semmi. Utakutyus. Utakutyus. Ó. Oh. Devil's Trumpet. Na, ez nagyon jó, ezzel lehet ilyen mérgezett húst készíteni, amivel a farkasokat csapdába lehet csalni. Az ártatlan jószágok megeszik, és meg is halnak. Ó, éjszaka és vihar, gyorsan valamit. Semmi más, ennyi volt. Hát itt nem volt túl sok loot. Húzódjunk meg ebben a buszban. Négy óra. Hát musz... kaja. Ez fontos, ügy. Már alhatunk. Jó, és el is állt az eső. Szuper. Ennek örülök. Na, haladjunk akkor. Gyorsan visszanézek. Mindent megtaláltam. Igen, mindent legyűjtöttünk. Itt csak aludni lehet, ugye? Igen. Akkor indulás tovább. Lassan szerintem összegyűlik elég anyag, hogy tudjunk valamit frissíteni
tutajon. Nagyon örülnék neki. Kormánylapátot érdemes szerintem a leghamarabb megcsinálni, mert rengeteget könnyít az irányításon. És akkor bátrabban bemerészkedhet az ember ilyen vadvizes részekre. Egyszerűen... Jajaj! Jó. Úgy látom. Nem tudom... nem... kihagyom azt a halász... házat, horgászházat. Mindenképpen meg akarom nézni, hogy tudok-e valami újítást. Ez nagyon fontos lenne. És itt vagyunk. Nézzünk rá. Javításra szerintem nincs szükség. Egy Raft Hardware és egy Raft Framework szükséges nekünk. Hát, ha nézzük. Egy Raft Frame-et. Ezt tudunk. Egy ilyet csinálunk. És hol lehet a másik? Ó. Hát sajnos nekünk ilyen csavarok, meg ilyen fémdarabkák nincsenek. Csavarok és anyák lennének, mindegy. Ilyen sajnos nincs. De nézzük. Mi az, amit még... Rough storage. Annak is ugyanezek kellenek. Hát... ez a kettő lesz az szerintem. Elsőnek a... kormánylapát, utána pedig egy kis plusz... tárolóhely. És szerintem azzal... lassan... ki is lesz maxolva a szállítási kapacitásom. Jelenleg 24 slotos a táskám, ugye van még plusz 6 hely a kutyánál, meg 12 hely a tutajba. Viszont azt nem tudom, hogy mennyivel írja, hogy mennyivel bővíti. Nem írja. Se baj. Az a lényeg, hogy rengeteg, rengeteg cuccot el fogunk majd tudni vinni. Irány. Na, indulás. Kapd el a hullámokat. Á, még ne. Kössünk ki éjszakára. Ó, megéhezett szegény. Egy sütit. Egy hamus sütit betadunk. És... most elbúcsúzok tőletek egy rövid időre. De... hamarosan folytatom. Köszönöm, hogy végignéztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!